Hálaadó Isten tisztelettel adták át a felújított passzabi Református parókiát szombaton. A településen az elmúlt időszakban több fejlesztés is elindult, de a jövőre nézve is komoly tervek vannak. Vendégem a stúdióban, Paszab település első embere, Tajti Péter polgármester úr, köszöntöm a stúdióban. Én, köszönöm. Én gondolom, hogy nagy büszkeség volt ez a szombati esemény. Milyen sorba illeszkedik ez be? Így van, ez egy nagyon nagy dolog volt a számunkra, és nyugodtan el tudom mondani, hogy azért voltunk büszkék erre a szombati napra, mert egy hosszú út végére értünk, hiszen számos beruházás előzte meg ennek a református parókiának az átadását. A többit nyilván a önkormányzat pályázta meg, ezt a református egyház nyerte el ezt a támogatást, de nagyon szorosan össze, összefonódva az önkormányzattal, és nagyon sok segítséget adtunk nekik is, meg ők is nekünk a mi beruházásainkba. Én úgy gondolom, hogy most a település főutcája már most egy olyan képet tud mutatni, ami egy igazi rétközi települést jellemző amik megelőzték ezt a beruházást is, és ez a hálaadó istentisztelet nem is igazán a, nem csak a parókiáról szólt, hanem valóban hálát tudtunk adni azért az elmúlt három évért, amikor minden beruházásunk meg tudott valósulni a településen. Ezek hiánypótló beruházások voltak, vagy mire kell itt gondolni? A Tehát legnagyobb, beruházásunk a, a, a bölcsődénynek az építése, ez egy teljesen új épület volt, hiszen gyermeklétszámmal nincsen probléma, hál' Istennek a településen, és egy két csoportos, 24 férőhelyes bölcsődét tudtunk átadni május elején, illetve a védőnői szolgálatot korszerűsítettük, és a polgármesteri hivatalnak is, egy, ami egy több mint száz éves épületről van szó, végre fel tudtuk úgy újítani, hogy ez a település kép be is beleíjen, illetve minden olyan feltétel meg legyen adva a lakosoknak, ami eddig nem volt. Volt korábban bölcsödei ellátása nem volt, óvodánk volt és általános iskolánk volt, nagyon kellett a bölcsőde, hiszen ez nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy a szülők, illetve a gyermekek, és főleg az, az, édesanyák most már olyan helyre tudják vinni a gyermeküket, hogy nyugodtan el tudnak menni dolgozni, hiszen ez, ez, állandó probléma volt a településen, hogy főleg a férfiak jártak el munkába, illetve jártak el dolgozni, mert az édesanyáknak otthon kellett maradnia a kisebb gyermekekkel, így most már ez így megoldódott, tehát tulajdonképpen a bölcsőide után óvoda, és utána az iskola is ö, ö, rendben van a településen, és ezt azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos számunkra, mert a legnagyobb megtartó ereje ez a településnek, illetve az, hogy nem kell most már máshova elvinni a gyermeket, hanem, hanem egészen a 27-es korától ö, általános iskola végéig a településen marad és természetes, hogy ezért kellett a védőnői szolgálatot is felújítanunk, rendbe tenni, hogy az is a gyermekeknek az ellátását úgy szolgálja, hogy ne legyen semmilyen probléma az intézményekben. Így, hogy a passzabi kisgyermekek gyermekek maradhatnak a helyi bölcsödében, tehát mondhatjuk, hogy ez hiánypótló volt mindenképpen ez a szolgáltatás. Esetleg a környező településekről tud-e az intézmény fogadni kisgyerekeket? gyerekeket? Így van, a környék összes a járás településeivel megállapodás kötött az önkormányzat, és így Ibránytól egészen Gálavencselőig hozhatják hozzánk a gyermekeiket ha nálunk még van férőhely. De azt tudom mondani, hogy nagyon sikeres. Hiába nyári időszakban indult el a bölcsőde, július 1 -ével. már félházzal működtünk július végére, és most azt tudom mondani, hogy szeptemberben már ez egy teljes ellátottságú, teljes férőhely kihasználtsággal fogó működő épület lesz. Talán még azért azt is pozitívumként ilyenkor érdemes elmondani, hogy azáltal, hogy egy új intézmény létesül, új épület, Születik, jön létre, új munkahelyeket is sikerült teremteni. Így van, így van ez ö, már most ö, hét embernek ad munkát a településen, és ö, ezt azt gondolom, hogy ez, ez megint a helyben tartást eredményezi a legjobban. Tehát én úgy, úgy érzem, hogy most ugye a parókiát, hogy sikerült az önk, a református egyházzal közösen átadni, egy nagyon tudatos fejlesztéseken vagyunk túl, ami, ami a jövőnket nagyban fogja meghatározni, és a település képet is nagyban javítják ezek az épületek. Mi minden történt az előző esztendőben, hogy ilyen fontos dolgokat sikerült most ebben az évben végrehajtani? Hasonlóan eseménydúsak voltak az ezt megelőző évek is, vagy ez, ez az esztendő most kiemelkedik valamilyen szempontból? É, igazából 2016-ban nyertük el ezeket a pályázatokat, ezek a területi operatív program keretében lettek elnyerve, ezeknek nagyon sok előkészítő munkája volt, hatástanulmányokat kellett készítenünk a, akár a bölcsődénél, akár a védőnői szolgálatnál, illetve a hivatalnál is, a programista hivatal épületénél is megpróbáltunk egy olyan fajta előkészítést, olyan olyanfajta átalakításokat ö, ö, megtervezni, ami már ö, most már hosszú éveken keresztül ö, meg fogja tudni határozni ezeknek az épületeknek a, a, jellegét, illetve azt, hogy, hogy például a polgármesteri hivatalt is, hogy ö, olyan munkavégzést tudjon folyni, ami, ami szükséges volt, mert az eddigi helységek nem feleltek meg ennek. Tehát tulajdonképpen két éven keresztül előkészítés, tervezés folyamata volt, és 17-ben, 17 év végén, ö, novemberben, illetve 18-ban kezdődtek el a beruházások, és szinte ezek egymás után következtek. Ö, könnyű dolgom volt, ezt most elmondtam a parókia átadásán is, hiszen a település lakossága, illetve az az apparátus, ami akár az önkormányzatnál, akár az egyháznál is működik, nagyon-nagyon nagy segítséget nyújtottak nekünk ebben. Egyrészt a türelmükkel, másrészt pedig a hozzáállásokkal ahhoz, hogy egyszerre ennyi beruházást türelemmel elviselni egy településen, és támogatva bennünket azzal, azzal, hogy úgy álltak az építkezéshez, illetve a tanácsaikkal is hozzájárultak nagyban ahhoz, hogy ilyen eredményt értünk el. Nagyjából hány ember örülhetett a református parókia épület felújításának? Hány, bocsánat? Hány ember örülhetett? Hány lakos? Ö jó rész református településről van szó. 176 egyházfenntartó van a településen, de az egész családok ugye inkább reformátusak, és ők már nagyon várták ezt, hiszen 2016-ban felújításra került a református templom, külső homlokzata, és ez a parókia épület, ez egy nagyon elhanyagolt épület volt, szintén a település központjában van, és ez most, hogy megújult és, és hasonló jelleget kapott, mint a, a templomunknak az épület, ez nagyon-nagyon örömet jelentett a lakosságnak, ez látszik is, látszott is az átadási ünnepségem, ahol, ahol Püspök úr is ugye megtisztelt bennünket az Isten tisztelettel, kormány megbízott úr a kormányhivatal részéről, és én egy olyan közös ünnepet láttam, hogy hogy az, az magáért beszélt, ez látszott is az arcokon, amikor az átadás megtörtént. Hát nézzünk egy-két perc a jövőbe hol van még feladat, mit lehet felújítani, mit kellene létrehozni, mit tervez a település. Az az igazság, hogy amikor egy épület vagy egy beruházás elkészül a településen, az újabb feladatokat ad, mert ez mindig így van, és természetesen sok tervünk van még az önkormányzattal. A legfontosabb most ugye a Modern Falu program, amiben szeretnénk részt venni, utak felújítása, a közelmúltban elnyertünk egy pályázatot már a külterületi utaknak a felújítására, ezeket el is fogjuk kezdeni még az ősz folyamán. Belterületi utak felújítására van még tervünk, illetve a szabadidő eltöltésére nagyon jogos igény a településen, olyan sporttelepeknek a kialakítása, legyen az műfüves pálya vagy futballpálya, amit mindenképpen a tavasszal legkésőbb szeretnénk megvalósítani. Ezekre már konkrét pályázataink vannak, terveink vannak, ezeket fogjuk most benyújtani a közeljövőbe. Illetve illetve természetes, hogy azok az épületek, amik már régebben készültek el, azoknak az állagmegóvását azt, azt ugyanúgy folytatni kell, hogy azok is hasonló szépen nézzenek ki, mint a mostani új épületeink. A Modern Falu programban biztos támogatást remélhet a település? Én úgy gondolom, hogy igen, 5000 fő alatti a település, és a tapasztalatokból is azt látszik, hogy, hogy az a támogatási rendszer, ami most a kisebb településeket érinti, nem nagyon gondolok olyat, hogy, hogy nem nyerhetne, hiszen, hiszen olyanok a pályázati kiírások is, amik teljesen azt gondolom, hogy, hogy rá vannak írva a kis településekre, ami eddig nem nagyon volt. Ez számunkra nagyon nagy öröm, és főleg azért, hogy olyan ötletekkel tudunk előjönni, amik, amik nagyban befolyásolják azt, hogy még élhetőbb legyen paszabb. És említette a polgármester úr itt a sportpályák vagy területek kialakítását. Minek van hagyománya? Mire vágynak leginkább? A hát Igazán... Futball, a... Igazából nem egy, nincs csapata a településtek. Itt a gyermekekről van főként szó, hiszen az általános iskola udvara egyik az jelentette nekik a sportolási lehetőséget, viszont ilyenkor a nyári időszakban mindenképpen olyan település részeken alakítanánk ki ezeket a pályákat, ahol ahol több gyerek van, és nem kéne messzire menniük ahhoz, hogy sportolhassanak. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejött és tájékoztatást adott Én is köszönöm nekünk. a lehetőséget.